távcsővel figyelték a madarakat a természetbarátok a Szelkótónál. A Nyíregyháza melletti természeti értékekben gazda kultúrtáj nagyon sokféle madár számára nyújt lehetőséget költésre, a vonulás során pihenésre és táplálékszerzésre. A tavasz beköszöntével ezer számra érkeznek meg a vonuló madarak, vagy utaznak keresztül a bokortanyás térségen, költőhelyük felé. Már megérkeztek a búbos bankák, a házi rosdafarkúak, a barázda és hamarosan várható a kakuk, a tövis és a Fülemüle. Az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület és partnerei az őszi időszakban évek óta rendszeres madárgyűrűzést tartanak a szelkútó mellett, és most tavasszal is kíváncsiak voltak arra, hogyan zajlik a madárvonulás. Ezek a madarak, amiket itt háló segítségével a madarász szakemberek befognak, kapnak egy jelölő gyűrűt, ami egyedi számmal van ellátva, és hogyha bárhol a világban azt a madarat visszafogják, akkor tudják, hogy korábban hol lett megjelölve, így lehet a madarak életkorára, vonulási irányára következtetni. Vagy hogyha egy-egy területen, mint itt a Szelkótavon is sok-sok év egymás után ö, folyamatosan rendszeres gyűrűzések folynak, akkor a madárállományok dinamikáját lehet ebből ö, következtetni, hogy melyik madár ö, állománya van esetleg visszaesőben, melyik madár van terjedőben. Tehát gyakorlatilag, ö, ha nagyon-nagyon sok madár meg van ö, gyűrűzve, és ö, sok lelkes madarász nyomon követi őket, akkor ö, ö, rengeteget megtudhatunk a madarakról. Az emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület a Szelkó -tónál családi madárzsongásra várta a természetkedvelőket. Az érdeklődők, amellett, hogy megfigyelhették a madarakat, segíthettek is rajtuk. Építettünk kubikodukt, és ez egy új dolog volt számomra, mert még soha nem csináltam ilyet. Aztán ugye végnéztük a madárhálókat, és hát igazából körbe jártuk a területet. Az emisszióegyesület egyesület tagjai azt mondják, öröm számukra, egy olyan madár tér vissza a szálkótóhoz, amelyet a korábbi években ők maguk jelöltek meg, de annak még jobban örülnek, ha távoli vidékről érkezik meg egy-egy különleges madár.